az utazás a Balatonhoz, melyet leírok, az 1880-as években történt. Az utazók négyen voltak, s mind a négy erdélyi ember. Salamon Ferenc úr az akadémikus, Gyulai Pál úr a magyar irodalom ismerője, Szilágyi Sándor úr a történész, Nagy Miklós úr az újságíró a negyedik. No és persze jó magam, Ötvös Károly ügyvéd, politikus és publicista, s hogy melyik a fontosabb, ezt majd az utókor eldönti. Utazásunk célja nem az volt, hogy felfedezzük a Balatont, hiszen azt sokan megtették már. Leírták állatvilágát, növényeit, partját és geológiáját, de ez még mindig nem a Balaton. A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes búsmesék gyűjteménye, különös magyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból, s ragyogó reménység a jövőre. Se mérnök, se tudós, se környezetvédő, se politikus ezt igazán felismerni soha se lesz képes. Utazó kell ahhoz, aki egyúttal költő és történetíró, s azon kívül erdélyi. Mert az erdélyi ember az, aki a magyar tájat érteni és értékelni tudja. Egy-két év ide-oda, s el fog telni az a 100 esztendő, amikor a kóborlantos Csokonai Vitéz Mihály megnézte és meghallgatta a visszhangot. Somogyból ment vissza Debrecenbe. Bizonyosan gyalogszerrel utazott. Kálvinista paptól kálvinista paphoz, parókiáról parókiára. Mint a peregrinus, vagy mint a szupplikációs diák. Áldott lelkű jó falusi pap, de szívesen látod is te a magadhoz való vendéget. Ott fogod éjszakára, ott tartod egész napra. Ha családi ünnep közelget, ott tartod napokon át. Ha elmegy, megcsókolod, visszajöttét ígéretbe veszed, pogácsával tarisznyáját telerakod, csikóbőrös kulacsát kiszáradni meg nem engeded. A tihanyi réven ment át Csokonai. Süvegjét, rövid dolmányát, kordován csizmáját, görcsös botját, kék tarisznyáját bizonyára nem bámulta meg a révész ott, a szántódi oldalon. Azt látta, hogy nem vándorló legény, nincsen vele szerszáma. Nem is kucséber. Nem is babkár, nem is német, nem is tót. De sőt, inkább igenis jóra való magyar ember, aki úgy beszél, mintha a Tisza mellékéről jött volna. Tetszik neki ez a beszéd szörnyen. De azért a két garas révpénzt elfogadja tőle, minthogy a törvény és a jórend így hozza magával. Akkor még Tihanynak Somogy felé néző homlokzatán bozontos fürtökben állt a sűrű erd. A kanyargó út föl a magasba nem szőlőkön, hanem erdőn vezetett át. S a falutól napnyugatra eső hegyeket is, s a hegyi tavak partjait erdőkoszorúzta. Oda is elment Csokonai. Árva szíve elkívánkozott oda is. S ahol legárnyékosabb volt az erdő, ott jutott eszébe kegyetlen lillája, keserű szerelme, édes, halálos, örök dicsőség. Bánatos ábrándjai el nem eresztették onnan, s ott lepte meg őt a holdnak halavány fénye is. Minő dal az, amely ott csendült meg az ő nagy lelki. Ó, Tihanynak riadó leánya! Szállj ki szent hegyet közül, ím, itt a sors eddig annyit hánya, partod ellenében. Itt a halvány holdnak fényén jajgat és sír elpusztult reményén, egy magányos árva szív. A török hódoltság időszaka sok mindent megváltoztatott, így például az egyházi élet is több területen megszűnt. Az Árpád-korban épült templomok többségében a hitélet mellett, vagy éppen helyett, jobbára védelmi szerepet töltöttek be. Így volt ez Tihanyban is, amelynek földrajzi fekvése ideális volt egy védelmi erődítmény kialakításához. A kolostort először 1527 után alakították át erődített végházzá. Ekkor első Ferdinánd nevében Devecseri Koron András, sümegi várnagy, a Veszprémi püspökség bandériumának kapitánya elfoglalta és megerősítette.
Királyi parancsra még ebben az évben vissza is adta az apátságnak. De amikor 1534-ben újra elfoglalta, már olyan erős vár volt, hogy ellenállhatott a szapolyai pártiak ostromának. 1548-ig változatlanul Koron András volt Tihany királyi kapitánya. Ebben a tisztségben ő utána a Győröt székelő generális által kinevezett kapitányok követték egymást, egészen a 17. század végéig. A törökök nem tudták, de lehet, hogy nem is akarták megszállni Tihanyt, hiszen a Bécs felé vezető úton nem igazán számított a Balaton magas vízállása miatt akkor szigeten fekvő erődítmény. A török idők után a Habsburg udvar Tihannyal is megváltatta a birtokait. Úgynevezett Waffengeldet kellett fizetni a Habsburg udvar számára azoknak, akik szerették volna visszakapni a török idők előtti birtokaikat. 150 éves háború után nem sok pénze volt a magyaroknak, ez az osztrák császárnak egy nagyon jó lehetősége volt arra, hogy nagy magyar területekhez jusson. Először egy altenburgi bencés apátság tudta megváltani Tihany földjeit, és az ő kezükbe volt az 1700-as évek elején Tihany, és 1716-ban ők nem nagyon tudtak már mit kezdeni vele. Az egész idő alatt a távolság is problémát jelentett, és Pannonhalma erősödött meg addigra annyira, hogy visszatudta vásárolni Tihanyt és a birtokait. 1716-ban kezdődik meg az első templom felépítése, amelyik le is ég, és Lécs Ágoston apát építi föl 1754-re a most látható barokk templomot. A török megszállás alatti zűrzavaros időszak inkább a túlélésről szólt, és időnként a helyi lakosság sem igazán tudta, hogy a töröktől vagy a magyar váruraktól kell jobban félnie. Ugyanakkor ennek az időszaknak is megvolt a maga szépsége, hiszen az elmenekült uraságok által hátrahagyott földek egyfajta szokásjog alapján lassacskán átmentek az azt művelők tulajdonába. Így volt ez a sok mindenben Tihany történetéhez hasonló végvári időket átvészelő Keszthelyen is, ahol a szükségben itt is a templom és környéke vált egy erődítmény központjává. Abban az időben a vármegyék se sokat törődtek egymással. Hatalmas szakadék volt a vármegyék között, és csak a birtokosabb nemesség tudott azon átjárni. 60-70 évvel ezelőtt még a pandúrnak sem volt szabad túlmenni az árkon, még akkor sem, ha óra előtt is volt a bűnös ember. Almádiban van egy csárta, vagy legalábbis volt hajdalán. Az almádi puszta, a veszprémi káptalané, s két vármegyében fekszik, Veszprémben és Zalában. Valami pajzán eszű kanonoknak az jutott az eszébe, hogy a csárdát ott a Balaton partján a két vármegye határára építse. A csárda tetejének szelemenfája volt a két vármegye határvonal. Mind a három balatoni vármegye tele volt egykor duhajjal, szegény legénnyel, katonaszökevénnyel, sobrióska pajtásaival. Egyszer ott idogált 5-6 betyár az almádi csárdába. Az ivó szobának x-lábú hosszú asztala is a két vármegye határán nyúlik el. Az egyik oldalon a pad az egyik vármegyébe, a másik oldalán a pad a másik vármegyébe. Jön be a tehenes, szól valamit a csárdásnak. A csárdás odafordul a duhajokhoz. Gyerekek, jönnek a pandúrok! Honnan? Veszprém felől. No, ez Veszprém megye hadserege. Erre a duhajok áttülnek az asztal mellett a zalai padra, és tovább iszogatnak nyugodtan. Még rá is gyújtanak a régi dalra. Cifra szűrön Veszprémbe vettem. Jönnek a pandúrok, jön elől a nyalka őrmester. Meglátja a duhajokat, s rögtön fel is ismeri őket. De hát Zala vármegyébe vannak, s oda a pokol fenekére csak nem mehet utánuk. Nincs parancsolatja az alispántól. Anélkül pedig nem lehet.
Alig ha gondolhatta Nagy Lajos kegyeltje lackfinádor, hogy az 1386-ban Keszthelyen épített csúcsíves templommal és kolostorral egy későbbi végvár alapköveit rakta le. Pedig a mohácsi vész, illetve az ettől kezdődő mind erőteljesebb török térhódítás miatt ezeket az épületeket erődítménnyé kellett átalakítani. 1532-ben II. Szulajmán hatalmas seregével Bécs elfoglalására indult, és a török seregek Keszthely közelében vonultak el. Bakics Pál és vitézei katonai célra már ekkor birtokba akarták venni a templomot és a kolostort, ám ez akkor meghiúsult. Alig egy évtizeddel később azonban már világosan látszott, hogy a török térhódításának csak a várak vethetnek gátat. Így első Ferdinánd parancsára a Pető család, pontosabban Pető János végeztette el az épületek erőddé alakítását, ami eleinte elég hevenyészet megoldásokkal készült el. Később azonban kövekkel és további sáncokkal erősítették meg. A vár védelmi szerepéről pedig feljegyezték, hogy volt olyan időszak, amikor a lakosság éjszaka hálni is az erőd falai közé járt, az ellenségtől való félelem miatt. Erre bizonnyal jó okuk is volt, hiszen a török világ csatái során Keszthelynek az erőd sáncain kívülálló részei gyakorlatilag el is pusztultak. A török idők után a keszthelyi végvárnak még a Rákóczi féle szabadságharcban volt szerepe, hiszen a fejedelem Bottyán János generális nevezte ki a Dunántúl kormányzójának. Bottyán pedig, ha nyugalmasabb időszak jött, akkor Keszthelyre helyezte székhelyét, hogy a közeli Hévízen kínzó köszvényét gyógyítatni tudja. A felkerés leverése után a császári csapatok lerombolták ugyan a keszthelyi végvár falait, de a templom és a rendház valami csoda folytán elkerülte a pusztulást, így eredeti helyükön állnak még ma is. ...1739-ben egy új család szerezte meg Keszthelyt, és terjeszkedésük során folyamatosan vásárolták föl a környék kisebb földbirtokosainak területeit is. A hagyomány szerint a politikai életben is egyre nagyobb befolyást szerző Festetics Kristóf ősei elég kalandos úton kerültek Magyarországra. Egyébként ők horvátok voltak, Horvátországból jöttek, ahogy a török jött délen, őket úgy szorította ki, először a mai Güssingbe telepedtek meg, várkapitányok voltak, nagyon jó hadfiakként szolgáltak. És a másik pedig, ami a gazdagságukat hozta, hogy nagyon előszeretettel házasodtak a gazdag özvegyasszonyokkal, többel is, és ráadásul mind olyanok voltak, akik a társadalmi presztízsüket is emelték. Várkapitányok özvegye csatában kiválóságot mutató, vagy éppen a csatamezőn elesett férfiaknak az özvegye. A nagy lendülettel terjeszkedő Festetics Kristóf hamar összetűzésbe került a város lakóival. Keszthely lakossága a török időkben ugyanis jó részt a végvár és a város őrsége volt. Adót nem fizettek, földjeiket szabadon használták, adták, vették, vagy tetszésük szerint hagyományozták. A Festetics család azonban nem ismerte el ezeket a szerzett jogokat, és 1739-ben felszólították Borsó Ferenc keszthelyi bírót, s rajta keresztül az egész várost, hogy mutassák be azon szerződéseket, melyeken keresztül jogaikat élvezhetik. A keszthelyiek a súlyos pernek kétséges kimenetelét nem merték vállalni, lemondtak jogaikról és visszaadták a földeket a földes úrnak. Ennek köszönhetően a régen semmilyen úrnak nem szolgáló szabad nép újra jobbágyi sorba süllyedt vissza. A nagy birtokszerző Festetics Kristóf 1720-as halála után fia Pál vette át a birtok kormányzását. Pált azonban nem csak a gazdaság, hanem a közügyek is foglalkoztatták. Így hosszú évekig Pozsonyban hivatalnokoskodott, ahol valószínűleg több olyan hatás is érte, amely korának egyik felvilágosult földbirtokosává tette, aki ráadásul a családnak a grófi rangot is megszerezte. Nagyon-nagyon sokat köszönhet neki a város, a Balaton környéke,
hiszen 1756-ban gyógyszertárat, kórházat alapítottak, 1772-ben a megye, akkor természetesen Zala vármegye lényegesen nagyobb volt, második gimnáziumát alapították meg, általános iskolákat hoztak létre, a környéknek kegyurai voltak, templomokat építettek, és Pál nevéhez fűződik, az 1777-ben létrehozott Ratio Educationis kezdetű kormányrendelet, ahol valójában azt mondta ki, és azt mondatta ki az uralkodóval, hogy az oktatás állami feladat, közügy, tehát az állam nem vonulhat ki az iskolák fenntartásával, és igenis kötelessége és kötelezettsége van a mindenkori államnak az iskolával szemben. És hát ugye ekkor indult útjára az a gondolat, amit a késői unokatestvér, a Széchenyi István mondott, hogy kiművelt emberfőkre nagyon nagy szükség van. Festetics Pál hivatali munkája mellett nagy gondot fordított a vagyongyarapítására, így a Pető család birtokainak megvásárlásával ő teremtette meg a Keszthely körüli uradalmat, így ő tekinthető a keszthelyi ág megalapítójának. Az 1737 és 1741 között lebonyolított területszerzések eredményeként a festeticsek Zala vármegye egyik legnagyobb földbirtokosaivá váltak. 1745-ben hozzákezdett a keszthelyi kastély felépítéséhez, melynek alapját a Pető család egykori vadász kúriája adta. A környező falvakban templomokat építtetett, és a keszthelyi egyház is neki köszönheti három harangját. Ő vetette meg a híres könyvtár alapjait is. Ugyanakkor érdekelte a balatoni hajózás is, ezért egy vitorlásgályát építtetett, és ő használt először bivajokat a hévízitó lefolyó csatornájának tisztítására. Részt vett Pál gróf a Mária Terézia féle urbérendezésben, részt vett a török által elhagyott erdélyi sóbányák kincstárnak való visszaszerzésében, tehát nagyon sokat köszönhetett az uralkodó néki, és nem véletlenül, hogy Nagybecsben voltak a festeticsek az udvarnál, hiszen 1700-as évek második felében ő kancellár is volt, ő többször rendbe tette a magyar és az osztrák államkincstárt, és éppen ezért Mária Terézia roppant hálás volt, amit birtok adományokkal hálált meg, és egyre nagyobb, egyre kiterjedtebb lettek a festetics birtokok. Negyed század előtt még nem volt Siófok, nem volt Kenese, Almádi, Alsóörs, Fülöp, Badacsony, Balatonföldvár, Boglár, Fonyód. Mind egy gyönyörű fürdőhelyek, sivatagpartok voltak, s idegen közönséget nem ismertek. Egy-két úriember szegényes deszkaviskóban ugyan mindenütt fürdött, s 4-5 vasárnapon a közeli falvak lakossága odavonult kocsikon egyszer megfürödni, de aztán ebből állott az egész. Holt tenger volt a Balaton, s még zarándokok sem látogatták. Csak Balatonfüred állott és Keszthely, kissé távolabb hévíz. A festetics uradalom harmadik generációját képviselő György kalandos életút után vált korának egyik leghaladóbb gondolkodású birtokosává. Pályafutását apjához hasonlóan a bécsi udvarnál kezdte, majd 1778-ban katonának állt. A Nádasdi huszárezred tagjaként végigharcolta a bajor örökösödési háborút, majd a bécsi testőrség hadnagya lett. 1790-ben több tisztársával együtt egy emlékirattal fordult az országgyűléshez, melyben kérték, hogy a magyar ezredek szolgálati nyelve a magyar legyen, és hogy e csapatok békeidőben Magyarországon állomásozhassanak.
Az óriási visszhangot kiváltó beadvány azonban nem tetszett az uralkodónak. Így az aláírókat, köztük gróf Festetics Györgyöt is hadbíróság elé állították. Az ítélet azonnali áthelyezés lett, és emiatt egy évvel később leszerelt és végleg a keszthelyi kastélyba vonult vissza. Szakított a bécsi udvar kegyeit hajhászó főúri társadalommal, és abban a reménytelenül sötét korban is megpróbált tenni valamit a magyar nyelv és a tudomány haladása érdekében. Így született meg a keszthelyi Georgikon és a Helikon. ...1797-ben megalkotta Európa első rendszeresen oktató agrárfelsőoktatási intézményét, a mai Agrártudományi Egyetemnek az elődjét. Elsősorban birtokainak képzett, jól felkészült gazdatiszteket, aztán utána a magyarországi uradalmak is igényt tartottak az itt képzett emberekre. Kiváló emberekkel vette magát körül, Nagyvátival, és lehetne sorolni mindazokat, akik munkásságukkal a magyar agrártársadalmat, a magyar termelési szerkezetet, struktúrát átalakították, és azt kell mondani, hogy a 19. századra moderné is tették. A Festetics birtok intézői központja azon a fenék pusztán épült fel, ahol egykor a rómaiak legendás erődítménye állt. A gazdaságban jobbnál jobb szakemberek, gazdatisztek dolgoztak, és értek el előremutató eredményeket a juh- és szarvasmarha tenyésztésben, de élen jártak a lótenyésztésben is. A modern gondolkodású gróf azonban nem csak a gazdaság területén mutatott irányt kortársainak. Jövedelmének jelentős részét fordította a magyar kultúra támogatására is. 5 alkalommal hívta össze a kor íróit, költőit, és mindenki akkor itt volt, aki számított, pontosan a magyar nyelv ügyében, pontosan olyan dolgokban tanácskoztak, amelyek akkor nagyon is előremutatóak és meghatározóak voltak, és hogy az udvar ne gyanakodjon, ezért ezeket az ünnepségeket mindig a király születésnapjára tette, és hát senki nem gyanakodott. Magyarország első zeneiskoláját hozta létre az 1800-as években, megépítette a Phoenix gályát 1797-ben, angol utazókat fogadott, és korabeli feljegyzések szerint azt írták róla, hogy hatalmas a műveltsége és hatalmas az esze. Festetics Györgyről a szelid lelkű vörsi plébános Kövér János írta egykor. Az öreg gróf, a nagy Festetics meghalt 2. áprilisban. Lelke a literatúrának, csillaga a művelődésnek, arany oszlopa az országnak. Az ő idején az újságoknak Keszthely volt a szemevilága, és az utazó tódult ide, mint most Mekkába, vagy régente Rómába. Ma már 25 virágzó balatoni fürdőtelepet mutathatnék, nem 3-at, 4-et, mint 32 év előtt 1880. Akkor voltak éppen csak 2 fürdőtelepe volt a Balatonnak. Balatonfüred és Keszthely, de kezdődött már Almádi és Siófok is. Utazásunk után negyed század múlva jelent meg könyvem első 2 kötete. Csodálatos szeretettel karolta ezt föl, mívelt jó magyar közönségünk. És az ország északi és keleti részein talán még nagyobb szeretettel, mint nyugaton, túl a Dunán. A messze lakók előtt újabb és ismeretlenebb volt a tárgy, a Balaton szépsége, tehát érdekesebb is. Mióta könyvem napvilágot látott, azóta évenként szaporodnak a Balaton körül az újabb és újabb fürdőtelepek.
Genese, Világos, Aliga, Zamárdi, Szárszó, Faluszemes, Máriatelep, Balatonberény, Györök, Szepezd, Badacsony, Alsóörs fürdőhelyek azóta keletkeztek, s ezek is, a régebbiek is azóta váltak nagyobbá és díszesebbé. Legnagyobb örömet nekem ezzel okozott könyvem. De még nem vagyunk a végénél, ahova el kell jutnunk. Jó magyarnak, okos hazafinak nem lenne szabad idegen népek tengerét, idegen országok fürdőit látogatni, s szegény országunk fölös pénzét ott tékozolni. Majd, ha a Balaton partjának minden alkalmas része kényelmes nyaralókkal lesz behintve, s 50 000 fürdővendég helyett 500 000 jön oda üdülni nyaranként, törekvésünk végére akkor jutunk majd el.